estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a Ma Holnapba. Sok-sok érdekes téma, illetve konkrétan egyetlen egy téma köré próbáltunk csoportosítani ma mindent. Ha nagyon messziről akarok indítani, akkor azt mondom, hogy a nyári gyümölcsök. Ha egy picit szűkíteni akarom, akkor kifejezetten azok a gyümölcsök, amikből valamit lehet készíteni, méghozzá elsősorban lekvárt. A lekvár lesz a mai témán, kedves nézőink, itt nyár közepén, a hét közepén. De egy picit azért, ha már gyümölcs, és mondjuk a barack főleg, akkor azért elkalandozunk a pálinkák irányába is. Lehet, hogy a kettő valahol összefügg, lehet, hogy a pálinka főző a lekvárkészítővel a családon belül össze szokott veszni, ezt is meg fogjuk tudni ma este, és hogyha a kedves nézőket nagyon érdekli a téma, akkor természetesen írhatnak nekünk, kérdéseket is tehetnek fel, valamint hogyha írtak, akkor az SMS-ezők közül nagyon finom lekvárokat fogunk kisorsolni a műsorunk végén. 0620-2020-800-as az SMS számunk. A műsor elején rögtön lekvár főzésről, a lekvár történetéről fogunk beszélgetni, és elkezdünk lekvárt főzni. Természetesen nem én annyira nem értek hozzá, anyukámat láttam gyerekkoromban ilyet készíteni, és a nagymamámat is. Segítségünkre lesz ebbe Pálinkás Mónika, akit sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Kezdjük sokkal, jó estét kívánok! Lukács házáról tetszett érkezni, ott foglalkozik lekvár főzéssel, ahogy megbeszéltük, illetve ahogy tetszett említeni, hobbi szinten. Mégis mióta foglalkozik a család, illetve lekvár főzéssel? Isten, igazából már a szüleimmel is, tehát én gyerekkorom óta foglalkozom ezzel, és amióta a saját családom van, azóta a saját gyerekeim azok, akik igaziból inspirálják ezt a dolgot. Miért annyira izgalmas dolog lekvárral foglalkozni? Ez gyerekkorban az ember megszereti a lekvárt, vagy egyszerűen csak már a saját gyerekei igénylik? Hogyan zajlik ez a családon belül? Hagyomány szinten gyerekkorban megszereti, és utána az életének részévé válik, és amikor elköltözik otthonról, akkor hiányzik az édesanyja lekvárja. El kell készíteni. El kell készíteni, mert nem lehet mindig otthonról hozni. A lekvárfőzésnek nagyon-nagyon régi már a hagyománya, és tudom, hogy ez tényleg nem olyan szintű hobbi, mint mondjuk minden családban a házi asszony tud lekvárt főzni, hanem hogy egy kicsit beleásta magát. Mióta beszélhetünk, vagy mióta léteznek lekvár receptek? Már 16. századi szakácskönyvek is említenek lekvárokat, azok még más jellegű lekvárok voltak, a mai modern lekvárokhoz képest teljesen mások. De alapokat mindenképpen érdemes onnan meríteni szerintem. Akkor is mondjuk a barack volt az egyik legnépszerűbb lekvár? Vagy hát lekvárszerűség? A barack és a szilva. Uh-huh. A szilvát mindenképpen, de a nyáriak közül a kajszi barack az, ami a legfinomabb lekvárt adja talán. Miért főzünk be lekvárokat? Nyilván evidens a kérdés és a válasz, persze, mert finom és elfogyasztjuk, de régen is csak az íze miatt tették el, vagy ennek volt egy praktikus oldala, mondjuk azért, mert rengeteg volt a gyümölcs, és nem lehetett vele mit kezdeni, és mondjuk pálinkát még éppen nem főztek belőle. Alapvetően a praktikus oldala, illetve sokkal kevesebb mindenhez jutottak hozzá a tél folyamán. Télen kizárólag abból tudtak gazdálkodni, amit nyáron eltettek maguknak. Szükség volt gyümölcsre, szükség hiszen volt akkor mondjuk narancsra, banára nem volt nagyon lehetőség nyilvánvalóan. Meg tudták őrizni tulajdonképpen akkor is, meg illetve ma is a lekvárokban a gyümölcsnek azokat a hasznos vitaminokat, az anyagokat, ami azért frissen fogyasztva nyilvánvalóan benne van? Mindenkor a maga módján őrizte meg. Ugye az aszalás volt az egyik módszer, amivel meg tudták őrizni. Ha cukorral is tudtak gazdálkodni, akkor ugye lekvár is készülhetett belőle. Az aszalással kevesebb lett a gyümölcsből, ha cukrot is raktak hozzá, akkor többet tudtak megőrizni. Milyen gyümölcsből tesznünk kell, vagy lehet eltenni lekvárt? Igaziból mindenből. Talán az eper, a földi eper kezdi a szezont, és egészen a fagyokig, azt mondtam, hogy a kökénnyel bezárólag. Szóval a vad gyümölcsök, a vadon termő gyümölcsök is. Csirkebogyó, kökény, som. Érdekesek lehetnek. Erről is fogunk még beszélgetni, legalábbis remélem, hogy lesz erre egy kis időnk, de nagyon sok minden témát szeretnénk érinteni. Beszéljünk arról, hogy mi fog itt készülni az adás végére a stúdióban. Az adás végére egy őszi barack málna lekvár készül, egy kis rózsavízzel. Tehát ilyen vegyes? Egy vegyes, igen. Mivel? Milyen ízzel? Rózsavíz. Rózsavízzel? Hoppá, ez újdonság. Mert az őszi barack és a rózsa, illetve hát a málna is egy illatos gyümölcs, és a három együtt nem ártanak egymásnak. Mondjuk egy gyorsan a folyamatot, mi fog történni? Nyilván barackot már leszületettük, a gyümölcsöket, mi van itt? Amivel már előkészültem, az, hogy az őszi barackot forró vízbe dobva
könnyen le lehet húzni a héját, fel van kockázva és le van cukrozva. Ez egy simán kereskedelmi forgalomban kapható zselésítőszer fog kapni, hogy legvárabb állaga legyen, mert nem főzzük nagyon hosszú ideig, hozzákerül még a málna, és gyakorlatilag így fog üvegbe kerülni. Mennyi ideig kell egy ilyen lekvár főzni? Ezekkel a zselésítőkkel már a lekvár állagot néhány perc főzéssel el tudjuk érni, tehát nem kell hosszú órákon keresztül főzni, mint ahogy nagyanyáink főzték. Ez segítségünkre van, és így talán az ízek is jobban megmaradnak benne. Frissebbek maradnak az ízek. Tartósításról és az eltételről, a kész lekvárnak az üvegbe helyezéséről majd a műsor vége felé fogunk egy kicsit beszélgetni. Jó munkát kívánok, köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig akkor egy picit megnézzük a másik oldalát a dolognak. Ha nem is megyünk el teljesen a pálinka irányába, de hát földig érnek a fák ágai Birkás István gyümölcsösében, akkor a terhet viselnek. Egy-egy fán, kajszi barackfán akár 350-400 kg gyümölcs is található. Igaz, a gondos gazda mindent meg is adott a fáknak, öntözték, és a kártevők ellen is időben védekeztek, hogy pontosan mi is történt ott, ez most kiderül. Olyan sok a gyümölcs a barackfákon, hogy egy kisebb széllökés is komoly károkat okozhat, ugyanis letörnek az ágak. Ennek még pár nap érésre van szüksége. Abba bízom, hogy az egész ág nem törött le, és hogyha még van egy pont, ahol a fa törzsével még érintkezik, akkor bízom benne, hogy teljes egészét be fog tudni érni. Napok óta szüretelik a barackot a 6 hektáros ültetvényen. Két fajtát termeszt a Birkás család, így elnyújtott az érés. Az idei év az most nagyon kegyes volt hozzánk, rekordtermésnek nézünk elébe, illetve most már ezt tapasztaljuk. Mi úgy gondoljuk, hogy az idei év rettenetesen adott volt legalábbis itt a térségünkben a kajszinak, de talán még mondhatnám a többi más gyümölcsöt is, hisz nem volt virágzáskori talajmenti fagyokkal, nem kellett számolni. Az ideális volt az időjárás. A korábbi évekhez képest ugye tavaly addig, amíg a virágzás időszakában 6 alkalommal mértünk -6-7 fokot. Itt az ültetvényünk egész területén fagyvédelmi öntözéssel vagyunk ellátva, és mégis sajnos problémát okozott ez a túlzott hideg, ami azt jelenti, hogy nem a fagy okozta nekünk a problémát közvetlenül, hanem áttételesen. Ami azt jelenti, hogy sajnos azzal, hogy -6-7 fokok voltak éjszakánként, későn melegedett fel az idő, napközben 8-10 fok fölé nem emelkedett a hőmérséklet, a méhek nem indultak el porozni, nem termékenyült a virág, és így emiatt nem lett tavaly termésünk. A gyümölcsfákat 2003-ban telepítették ide, az oszkói lankára. A barack nem kedveli a vas és savanyú talajt, a törődést viszont meghálálja. A gazda nem csak a fagyvédelemről és a kártevők írtásáról gondoskodott, hanem a talaj pH értékét is a fajta igényeihez igazítja. Egy-egy fán 350-400 kg barack termett, bár még csak az ültetvény felénél járnak a szüreteléssel, várhatóan 12-13 tonna lesz a termés átlag hektáronként. Ez rekordtermésnek számít a fiatal ültetvényen. Ezt a mennyiséget természetesen nem szorgos kezek magozzák ki, hanem ez a gépsor, amely le is darálja a gyümölcshúst. A lédús és zamatos alapanyagból azonban itt nem lekvár készül, hanem pálinka. Ezekben a több ezer literes tartályokban erjesztik a gyümölcsöt úgynevezett irányított erjesztéssel. Ez azt jelenti, hogy a hűthető és fűthető tartályokban állandóan az optimális 18-20 fokos hőmérsékleten tartják a cefrét. Így a hagyományos eljárással szemben nem 30, hanem mindössze 8-10 nap alatt megerjed a gyümölcs. Ahogy a bornál, úgy a pálinkánál is vannak kiváló és kevésbé jó évjáratok. Az idei nem csak a rekordtermés miatt ígérkezik jónak, hanem az ideális időjárási körülmények miatt a gyümölcs zamata is rendkívüli. Mi úgy szoktuk ezt mondani, hogy a nagymama lekvárja. Tehát amikor a gyümölcsöt érezzük benne a pálinkába, mind illatába, mind ízébe. Tehát nem biztos, hogy amikor az a szerencsés, hogy keresni kell maga az illatot, meg az ízben, hogy milyen gyümölcsből készült a pálinka, hanem ez árulkodik. Amikor már messziről lehet felismerni a fajta jelleget, az az igazi gyümölcspálinka.
Mindenképpen azt gondolom, hogy ehhez kiváló minőségre és minimum 90-95%-os érettségre van szükség, mert akkor teljesedik ki mind az ízvilág, mind a cukortartalom, tehát kilatalba sem mindegy ilyenkor, hogy milyen gyümölcsöt dolgozunk fel. Szeretnénk a piaci igényenek megfelelni, annak ellenére, hogy önmagában a piaci telítettség van az országban, tehát a hazai termelés az olyan szintre emelkedett most már az utóbbi pár év alatt, hogy most már inkább külföldi értékesítésbe kell, hogy gondolkodjunk. Ennek viszont ugye nyilván az az alapja, hogy meg kell felelni, hogyha egy esetleges üzleti lehetőség adatik, akkor legyen mellette mennyiség, legyen mellette volumen. A gyümölcsök érésének megfelelően 15 tonna cseresznye cefréje már készen áll a főzésre, megyből is 50 tonnát várnak. A barack szüretelésével valószínűleg egy hét múlva végeznek, ebből a gyümölcsből várhatóan 200 tonna kerül a tartályokba. Málna, szeder, szilva, bodza, áfonya, mézes, ágyas, pálinka és párlat. A kereskedelmi főzde 40 féle hungarikumot készít, különlegeset és hagyományosat egyaránt. Ne feledjék, a jó pálinka olyan, mint a nagymama lekvárja. Illatos és zamatos. És a műsor következő részében is illatos és zamatos témával folytatjuk, maradunk a lekvárnál. Hogyha érdeklődnek és szeretik a különleges lekvárokat, akkor írjanak nekünk SMS-t, 0620-2020-800-as a száma. A műsor végén lekvárt fogunk kisorsolni, érdemes tehát továbbra is minket figyelni. Már csak azért is, mert hogy a lekvár főzés az nem feltétlenül csak otthon, anyunál, meg a nagymamánál érdekes, hanem akár intézményesített szinten is fontos lehet. Itt Szombathelyen is az Egyházmegyei Karitász foglalkozik ezzel. Ezzel kapcsolatban vendégem itt az igazgató asszony, Tucaini Régvári Mariettát köszöntöm sok-sok szeretettel, kezdi sokalom. Jó estét kívánok! No, hát itt az asztalon már talán a kedves nézők is látják majd, hogy nagyon sok minden van, finomságok, lekvárok, meg szörp is. Hogyan jutott eszükbe és kikkel összefogva, hogy lekvárt kellene készíteni? Hol készítik, ki készítik, miből készítik? A Szombathely Egyházmegyei Karitásznak. Ugye most már a kedves nézők is valószínű tudják, hogy három vidéki intézménye van. Egy Vásárosmiskén, egy Kemenes-Páfán és Nagylengyelbe. És hát azért a vidéki intézményeinkbe élő emberkéink magukkal hozták ezt a kultúrát. Tehát nem kellett messze menni, és nem kellett őket megtanítani, hanem inkább a lehetőséget kellett biztosítani arra, hogyha tényleg akár csak a saját intézményeinkbe, akár ott a településeken érnek ezek a finomságok, akkor hát nem mindig a cefre és a pálinka felé kacsingassunk, hanem főzzünk valami nagyon finomat, és hát amúgy itt el is hoztam ezeket a finomságokat, mi készítünk levendula szörpöt. Hát ugye Vásárosmiskén több mint 7000-től levendulánk van, és tavaly előtt már az ottani dolgozók kipróbálták, hogy levendulából mi mindent lehet. Tehát a saját levendulánkból készülnek a szörpök, és készítettek már levendula zselét is. Hoppá. Az ebben nem gondolom, hogy a levendula az illata miatt, a nyugtató hatása miatt azt hiszem, hogy közismert, hogy ebből szörpöt készíteni. Elsőre azt gondolnám, hogy nagyon nehéz, a következő pillanatban meg arra gondolok, hogy a bodzából sem olyan nehéz. Hasonló mennyiségű levendulából már lehet, tehát egy ilyen pár szárvirágból lehet egy mennyiséget elkészíteni? Hát azért nem pár szárvirág, hanem pár kötegvirág kell ehhez, ugye hát az ízét, az ematát meg kell, hogy adják ezek a gyümölcsök. Valamint kitaláltak gyümölcsökből és virágokból olyan finomságokat is, mint például tavasszal virágzik a teljes fűnek is ismerjük, pongyolapitypangnak, és hát pongyolapitypang zselével kínálták 2 évvel ezelőtt Veres András püspök urat, amikor az ő ötlete alapján született meg ugye a Castellum Teaház gondolata, mikor ezeket a szilva lekvár volt az első ilyen gyümölcsünk, amit készítettünk, az ilyen lekvárunk. Igazából ebbe a szilva lekvárba az üstön, a fakanálon kívül más nincsen, tehát ahogyan ezt a nagyanyáink, dédnagyanyáink csinálták, a Kemenes Pálfa intézmény udvarán ez úgy készült. Tehát üstben? Igen, fakanálban. Úgy, ahogy ez kell, addig főzték, amíg aztán végül is a fakanál meg nem állt benne. Egy cukor azért van benne? Egy nagyon-nagyon kevés. Nagyon kevés, de azt mondják, hogy ha az igaz,
igazán a szilva megérik, akkor az sem kell bele, mert a szilva héjától, a hőlétől megsűrűsödik ez a lekvár, és ez tartósítja, tehát ebbe tartósítószer sincs. És ekkor ezeket a gyümölcsöket szépen befőztük, ezt a pongyola pittypank zselét, valamint a szilva lekvárt, és hát András püspök atya akkor határozta el, hogy a Castellum teaházban milyen jó lenne, hogyha a helyi termékek, a helyi ízek visszajönnének, a lekvárok, a mézek, a dzsemek, és hát akkor kezdtünk tovább gondolkodni azon, hogy igazából a településeken mennyi olyan gyümölcs van, amivel nem is foglalkozunk újabban. Tényleg ott fekszik a fák alatt, a bokrok alatt, csak össze kell gyűjteni. És hogyha az idős nénik már nem tudnak lehajolni, nem tudják ezeket összeszedni, most ott vannak az intézményeink. Gyűjtsék össze, főzzék be, ha másra nem, a saját használatukra. Ott az intézményen belül milyen finom lesz utána egy kis palacsintába, egy kis más gyümölcsökbe, a zserbóba, a barackleklekvár, és hát ezeket a dolgokat kihasználva készítenek most. Látom, már. Látom, hogy van rebarbarából is. Most már az intézmények bodzás almát, aztán tényleg rebarbarát. Tehát nagyon sok. Sárga barack cseresznyével keverve, sárga barack, ezt nem is látom, ez almával, almával. Van. Tehát minden gyümölcsöt próbáltak a másikkal vegyíteni, ízesíteni. Hány házi asszony tüsténkedik itt a lekvárok körül? Ezt lehet körülbelül? Hát igazából kik azok a lelkes asszonyok? Az igazából az intézményeinkben több, mint a fele asszonyság. Na most ugye, hát mindahogy mi sem vagyunk egyformák, hát a hölgyek közül sem tud mindenki ugye a fakanál és a tüskethely körül tüsténkedni, mert ugye ehhez kell egy kis érzék is. Meg hát a családból, az otthonból hozott a múlt, hát nyilván, hogyha valakinek otthon az édesanyja, a nagyanyja a családban hasonló dolgokat készített, akkor hát őnek is van erre érzéke, nyilván tudja, ugyanis ezek az asszonyok nem szakácskönyvből. Hanem a szájhagyomány útján terjedt, ahogy van, megtanulták így van. Ők a nagymamától, a családból hozzák ezeket az értékeket. Így. Szomban a hangsúly. És hát igazából úgy, ahogy ez kell, száraz duncba kidunctolva, és úgy, ahogy ez kell, úgy csinálják. Tehát semmi műanyagot, ugye az ember, hogyha elmegy egy multiboltba, akkor megnézi, hogy mennyi meg mennyi ilyen adalék anyag van ezekbe a lekvárokba. Hát ezekbe ezeket fel nem kell keresni. Fel kell venni velük a versenyt. Hova fognak ezek kerülni? Hogyan lehet ezekhez a nagyon finom és eredeti lekvárokhoz hozzájutni? A teaházon kívül, vagy csak a teaházban? Hát a teaházban, ugye a Püspökvár mellett van nekünk a Castellum teaházunk, valamint, hogyha vidéken falunapok vannak, vagy ilyen tájjellegű rendezvények vannak, az Őrségben nagyon sokszor el szoktunk menni tök fesztiválra, az Őrségi vására, tehát vásárokra és Szentmárton napi vására, Szentgyörgy napi vására kivisszük, és ott is kínáljuk ezeket a nagyon finom portékákat. Lesz ennek jövője? Komoly jövője? Máshogy teszem föl a kérdést, bocsánat. Ültet meg gyümölcsfákat ezért? Hát én azt hiszem, hogy ezek a gondolatok már elhangzottak itt, hát azért is ismerősek. Kemenes Pálfán az intézményünkben óriási kert van, és 160 szilvafát ültettünk, valamint 30-40 ribizli bokrot, csipkebogyó bokrot. A nagy lengyel intézményünk udvarán is ott van 30 vadonatúj szilvafa, aztán ott is a csipkebogyóval kísérletezgetünk, hát ugye részben a lekvárja miatt, valószínűleg meg hát a tea miatt, amit szintén a teaházba szeretnénk bevinni, és hát ugye nem utolsó sorban ezeket a hatalmas földterületeket használjuk valami hasznos dologra. És hát ugye ez alába az egyik legjobb a gyümölcs, az, amire lehet használni, és hát mi igyekszünk a jövőnek termelni a gyümölcsöt. Szerintem fogunk erről még beszélni, lehet, hogy pont arról, hogy egy új lekvárbolt nyílt itt Szombathelyen vagy a környéken. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Viszontlátást. Kedves nézőink, folytatjuk. Mi is körül néztünk itt Szombathelyen, hogy mennyire érdeklődnek az emberek, a háziasszonyok a lekvárfőzés iránt. Hát megkezdődött a befőzési roham Szombathelyen is. A vásárcsarnokban a háziasszonyok leginkább a sárga barackot keresik, és kínálatból is van bőven. Igazi dömping van a piacon kajszi barackból. Egészen apróból és nagy és mosolygos gyümölcsökből is válogathatnak a rutinos háziasszonyok. Nem csak a méretben van nagy eltérés, hanem az árakban is. Muszáj elválogatni, mert van, akinek nincsen annyi pénze, és annak az olcsóbbat viszi. Tehát így méretre elválogatjuk meg külön azt, amit a fa alól szedünk fel. A pici vagy hullott barackot 260-290 forintért árusítják, az olcsóbb viszont valószínűleg összességében drágább. Mi alapján válogatott barackot?
az állaga alapján, meg az igyekeztem nagyobbakat, mert kevesebb a veszteség belőle. Fél órája lett szedve, hogy elfogyott a készlet. Bátyámnak szóltam gyorsan, aztán szedett is újat, úgyhogy van, hál' Isten, szerencsére most még. És elég gyorsan is érik most a melegekben a barack, úgyhogy ami egy-két napja nem volt, még szinte zöld volt, rengeteget sárgult. Meg jó íze van, nagyon is keresik, akik ismerik, mert ehhez például nyugodtan mondhatom, hogy 30 dekat cukor bőven elég, ha befőzik. Az olcsóhoz, ami gyenge minőségű, sokkal több cukor kell, meg nem olyan jó ízűek. Szóval az olcsó húsnak így a leve, ilyen 300 forintos barackokkal, vagy 250-esekkel nem érdemes kilódni, mert nem térül meg a befektetés munka, és a hús, meg a gyümölcs aránya, valaki kiszámolna, hogy kiveszi a magot, és megcsinálja, akkor rájön, hogy jobban járt volna, ha drágább vagy veszi, és kevesebb munkája van hozzá. Nálunk elmondhatom, hogy jó, sok van rajta, megúsztuk a jeget, ami múltkor volt, mellettünk ment el éppen, és hál' Isten a méhek tudtak járni akkor, mint én múltkor említettem, volt olyan, ahol ami későbbiben, a barasza nem lett egy szem se rajta, mert a méhek éppen nem jártak. Másik mellette meg teli van például, ilyenek is vannak. De roskadnak a fáink, hál' Isten, azért most már, hogy fogynak le. Úgyhogy van belőle, bőven még mondhatom. De lehet, hogy gyorsan lefogy, ha ilyen meleg lesz, lefut a barack. Ez a termelő azt mondja, idén rekordtermést hoztak a barackfák, a vásárlók szerint mégis drága a legkedveltebb lekvár alapanyaga. Nagyon drága még, nagyon-nagyon drága. Hát 600 forint kilója, de én 4 ér vettem ezt, mert én rögtön be is főzöm, mert ez nem lehetne másképp. Hát nagyon drága. Drágának találom. Az apró, az hát vesződéses azt eltenni. Sok év időt vesz igénybe, ezért inkább a drágábbat vettem nagyobban. A házi lekvárnak viszont nincs párja, így aki teheti, befőzi a barackot, és akkor garantált a gyümölcs tartalom. A házi asszonyok többsége a régi, jól bevált receptek szerint készíti a lekvárt. 5 kilót vettem, és lehúzom a héját, és lecukrozom, állni hagyom, és másnap főzöm. Mindig egyformán csinálom minden éven. Én dzsemnek csinálom. Úgyhogy arra nagyon finom. Még a habját elfőli, beleteszem a cukrot, kész. És akkor száros duncba teszem. Megmondom őszintén, hogy a sütéshez is használom a lekvárt, és bizony a bolti kifolyik. Kifolyik egyszerűen, ahogy sül, kifolyik belőle. Édesanyámtól a hagyományos. Lecukrozom, és akkor mikor felolvad a cukor, utána megfőzöm, és akkor szép sárga a színe. Ez az osztrák vásárló szintén lekvárhoz veszi az alapanyagot. Ez kubis. Ez naturbelassene Ware. Nicht chemisch. Azt mondja, azért itt, a magyar őstermelőtől, mert ez biobarack. A nő szerint látszik a gyümölcsön, hogy nem tartósították vegyszerekkel. A közkedvelt barackon kívül más gyümölcsből egyelőre szűkös a kínálat. A málnát és a szedret kis tálkákban árusítják. Ezeknek kilogramjáért 1200 forintot kérnek a kereskedők. Gyümölcsből tehát lehet lekvárt készíteni, illetve pálinkát, ez a mai műsorunknak a fő témája. Próbálunk mindenkinek a kedvébe járni, és tudjuk azt, hogy hát bár elhangzott már az, hogy nem kell túl sok cukor a mai lekvárokba, de hát vannak olyanok, akik egyáltalán nem fogyaszthatnak cukrot, és nekik is akarunk most, vagy szeretnénk most tanácsokat adni. De még mielőtt köszönteném a vendégünket, kérem, hogy írjanak SMS-t, mert hogy a műsor végén nem csak lekvárt, hanem most már kiderült, hogy szörpöt is tudunk önöknek ajándékozni. 0620 2020 800 a telefonszám, az SMS számunk, kérdésük van, vagy észrevételük van, azt is írják meg, mindenképpen elmondjuk, és aztán a végén lesz egy kis sorsolás. Itt a stúdióban pedig vendégem, Vincéné Végvári Katalin dietetikus, jó estét kívánok, ez csokolom. Szóval, amit mondtam a fölvezetőbe, hogy azért alapvetően az ősi hagyományos lekvárfőzésnél az jut eszünkbe, hogy sok gyümölcs, sok cukor. Dietetikusnak mit jelent a lekvár?
A legfár tulajdonképpen egy koncentrátum, gyümölcskoncentrátum, amit télire tartósítunk, tehát a vitaminpótlás, ásványi anyagpótlás szempontjából. Az elkészítés tekintetében én úgy gondolom, hogy hazánk klímája és természeti adottsága révén nagyon magas cukortartalommal rendelkeznek a gyümölcsök, tehát igazából hozzáadott cukrot nem javaslunk elkészítésnél. Azonban mindenkinek más az édesség igénye és édesség küszöbe, tehát ha mindenképpen szeretne, akkor a natív cukorból minimális mennyiséget, illetve cukorbetegeknek vannak olyan cukorpótlószerek, amelyek hozzáadásával az édes íz növelhető. Van olyan gyümölcs, amit kifejezetten mondjuk ön ajánl azoknak, akik szeretnének lekvárt, de cukor nélkül? Hát a sárga barasznak is magas a cukortartalma, tehát ahhoz se kell cukor, a szilvához se kell cukor, illetve hát minden ízlés kérdése természetesen. Ha már azért az édesítőszereknél tartunk, akkor egy picit elkanyarodva talán a lekvártól, vagy attól függetlenül beszéljünk ezekről a szerekről. Mennyire biztonságosak, vagy nyakra főre idézőjelben lehet ezt is fogyasztani annak, aki csak édesen szeretné, de nem szeretne cukortól mondjuk betegséget szerezni? Milyen édesítőszereket ismerünk, és ezeknek milyen hatásuk van? Nagyon fontos szerepe van az édes íznek életünkben, hiszen elfogadhatóbbá, élvezhetőbbé teszi a különböző élelmiszereket. Aki nem használhatja a cukrot, annak rendelkezésére állnak az úgynevezett cukorpótlószerek, ezek az úgynevezett édesítőszerek. Van energiát adó fajtájuk, és van energiamentes fajtájuk. Az energiát adó fajtájukból limitált módon javasoljuk a fogyasztást, ugyanis egy bizonyos mennyiség után már szinte hízlaló hatásuk van, és ha sok cukor bekerül a szervezetbe, az lerakódik zsír formájába. A másik csoport az energiamentes csoport, itt természetesen fogyókúrában, cukorbetegeknél, minden további nélkül lehet alkalmazni. A cukormentes édesítőszerek használata ez nem új keletű, hiszen 1879-ben már alkalmazták. Az ipar nagyon sok területen alkalmazza, tehát akár a gyógyszeripar, akár az édesítőipar, édesipar, édesítés formájában, édesítés szempontjára. Mennyire látja azt, hogy csak azok keresik az édesítőszereket, akik mondjuk cukorbetegek, és így betegségbe szenvednek, vagy egyre jobban terjed az átlag fogyasztónál is, hogy kerülni próbálják a cukrot, vagy mondjuk a cukor klasszikus formáját, és mondjuk inkább mondjuk barna cukrot cukorral, vagy nátcukorral helyettesítik a fogyasztást? Mivel a lakosság nagy része elhízott, tehát igazából a fogyókúra nagyon sok embernél, illetve testsúly csökkentő programok előtérbe kerülnek, tehát olyan édesítőszereket keresnek az emberek, amelyek energiamentesek, illetve kevés energiát tartalmaznak, tehát elég nagy tábora van azoknak a termékeknek, amelyek kevesebb energiát szolgáltatnak. Azok, akik nem akarnak lemondani a cukorról, nekik mit tud javasolni, hogyan tudják mégis csökkenteni a napi étkezésükbe, vagy az étkezés kultúrájukba a cukormennyiséget? Mindenképpen az édesítőszerhez kell nyúlni, vagy egyszerűen ez csak fejbe dől el, hogy el kell hinnünk, hogy bizonyos táplálékokban már eleve van cukor, és arra a szervezetünk, vagy az annyi elegendő, amire a szervezetünknek szüksége van. Az egészséges táplálkozás vonatkozásában a napi energiamennyiség 50%-át javasoljuk cukorból bevinni. Ez azt jelenti, hogy cukrot tartalmaznak a különböző pékáruk, a köretek, a gyümölcsök, zöldségfélék. Tehát igazából, hogyha nem fogyasztunk úgynevezett natív cukrot, akkor már szinte fedezzük a napi szénhidrát mennyiségünket. A szakemberek véleménye szerint a hozzáadott cukor mennyisége, natív cukor mennyisége napi szinten 10%-nál több ne legyen. Kicsit visszakanyarodjunk a ma esti témánkhoz. Ön szokott lekvárt befőzni? Ritkán, igen, szoktam. Van kedvence? Melyiket? Szilva lekvár a kedvence. Szilva lekvárt, és arról éppen megtudtuk, hogy azt tényleg szinte semmit nem kell hozzáadni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és ezeket is elmondta. Mi pedig, kedves nézőink, folytatjuk, és már vissza is sétálok az eredeti helyszínünkre. Megnézzük, hogy hol tart a lekvár, amit a műsor elején elkezdett készíteni vendégünk. És remélem, hogy nagyon finomat. Az illatát én már érzem, hogyha ez ugye fejlődne annyira a technika, hogy a szagát is otthon lehetne érezni. Az elején azt láttam, hogy volt ebben a kis edénybe sárga barack, illetve őszi barack, szóval sárga volt a színe. Ennek most már inkább egy ilyen pirosas, bordós színe van. Mi történt ezzel a lekvárral? Hogyan volt a folyamat? Mit kellett csinálni pontosan? Nagyon egyszerű a folyamat. A mai technológiai lépések igaziból nagyon megkönnyítik a munkánkat,
Ez egy lecukrozott őszi barack volt, kockára vágva, héj nélkül. Mennyi cukor volt benne? Most ez nagyon fontos, éppen innen indultunk el az előbb. Gyakorlatilag egy kiló gyümölcshöz 18 deka cukor volt benne. Az őszi barack is egy magas cukortartalmú, viszont a málnának a sav tartalmát kell egy kicsit ellensúlyozni. Illetve citrom volt benne, egy citromleve, egy zselésítőszert kapott, felfort, akkor tettem hozzá a málnát, a málna nem szereti nagyon a hőkezelést, azért is lett a színe piros, mert hogy a málnának a kis sejtjei szétestek, és a levet megszínezték, utána üvegbe került, csavarosba, és... Miért jó, hogy csavaros üvegben van? Szerintem, aki itt most meglátták is a kedves nézők képeken ezeket a lekvárokat, valahogy szerintem a lekvárjút eszünk be, akkor talán ez a hagyományosabb, ez a cellofán, és akkor van egy kis, nem is tudom, galléria, vagy hogyan szokták ezt nevezni, nem galléria, tudom, szóval jó pofán néz ki, meg ez a kockás kendővel leszorított, újabban ez a csavaros tető, ez a biztosabb? Ez a biztosabb, ez tökéletes légmentes zárást tesz lehetővé. A cellofánnak ugye megvan az a szépsége, hogy a pára tartalmat nem tartja tökéletesen. Ezért esett tehát például benne... az a baracklekvár. Igen, ez a baracklekvár most már egyre kevesebb gyümölcsöt tartalmaz, és illetve egyre több gyümölcsöt tartalmaz, mert a víz párolgott el belőle. Teteje megkeményedett, és az alul van egy kicsit higabb állapotban. Igen, a csavaros tetőnél ez nem fordulhat elő. Fejre szoktuk állítani néhány percre, akkor az esetleges rések is kitöltődnek, illetve a kupak rész is felmelegszik annyira, hogy az is tökéletesen forró lesz, utána száraz dunsztba kerülnek ezek a lekvárok. Ez annyiszor elhangzott már ez a száraz dunsz, és lehet, hogy vannak olyan nézők, akik ezzel nincsenek tisztában, és nem volt, aki elmesélje nekik. Mit jelent ez pontosan? Ez a világ legegyszerűbb dolga. Takarók és párnák közé betesszük a forró lekvárt 2-3 napra, és ott fog kihűlni. Ez tehát ez egy elnyújtott hőkezelés, igen. És ez a hőkezelést lehetővé teszi, hogy az esetlegesen bent maradt kórokozók és mikróbák garantáltan elpusztulnak benne. Hát igazából, amikor az elején a gyümölcsöt főzik, akkor az első pár perc is arra való, hogy azokat a káros anyagokat megöljék a gyümölcsben, amik a romláshoz vezetnének. A tartósítást azt régen hogy oldották meg? Régen, amikor nem lehetett így lezárni. Amikor nem lehetett így lezárni, akkor sűrűre főzték a lekvárt, hiszen a víztartalom elpárologtatása tette eltarthatóvá, ugyanúgy, ahogy az aszalásnál. Amikor megjelentek a tartósítószerek, akkor már azokat is lehetett használni, de ugyanúgy a mai napig is tehetünk el tartósítószer nélkül, megfelelő konyhai higiéniával. Ez azt jelenti, hogy legyen alaposan átfőzve az üveg, a gyümölcs, igen, maga az üveg is, amibe üveg, kerül. Igen, az is esetleg hőkezelve előtte, hogy garantáltan csíramentes legyen. És utána még a ha valaki úgy érzi, hogy ő mindenképpen szeretne valami tartósítószert tenni bele, akkor azért tehet, vagy szoktak azért ilyen csavaros tetejű üvegekbe is tenni, vagy ez a biztonság kedvéért bármikor. Szalicilt, nátriumbenzoátot, a káliumszorbát, tehát az ipar más tartósítószereket használ, mint ami a kereskedelmi forgalomba kapható. De igaziból mindegyiknek ugyanaz a hatása. Meddig marad meg egy ilyen lekvár? Mert a gyerekkoromban emlékszem, hogy nem tudom én, a 86-ban anyu eltett egy üveg lekvárt, megcímkézte a 86-os, és akkor 88-ban lehet, hogy még előkerült egy 86-os lekvár, és jó ízen elfalatoztuk. Eltart tényleg eltart, évekig? Igen, hosszú-hosszú évekig, nagyon hosszú évekig, ha el nem fogyott. Tehát igaziból ez mindig addig tart el, amíg valaki meg nem találja a kamrapolcon. Mire használják fel a lekvárt az emberek? Általában régen és ma, én megmondom őszintén, nagyon szeretem a vajas lekváros kenyeret, általában így szoktuk fogyasztani. Van-e valami új divat, irányzat, amire használják, vagy fogyasztják? Vagy ahogy fogyasztják? Szerintem maradt ugyanaz, tehát a gyerekek nálunk is a lekváros kenyérformában, de ugyanúgy süteményekbe, krémekbe is keverhető, illetve hát a mai divat szerint nem ezek a klasszikus lekvárok készülnek, hanem hogyha ízesítettek, akkor azok akár csemegeként is csak úgy jövetmenet. Milyen új szelek fújnak a lekvárfőzés területén, vagyis van-e valami divat azon kívül, hogy azt már láttuk, hogy keverednek gyümölcsök? A gyümölcskeverés, illetve a... Műsor elején beszéltünk ritka gyümölcsökről, amiket vad, nem annyira ismerünk. A vadgyümölcsök divatja is ismét, amiből nem... vagy amiből pálinka is készül, abból lekvárt is lehet, tehát a kökény, a som, a csipkebogyó ismét divatba jött. Ezeket nem nehezebb elkészíteni? Hiszen ezekből az apró szemű bogyókból azért sokkal többet kell gondolni. Sokkal többet kell szedni belőle, mint egy barackból. Nehezebb, macerásabb, érdekesebb ízű lekvárok lesznek belőle.
kökényt és egy somot nem feltétlen az édes ízek kedvelőinek tudok ajánlani, de ahogy az áfonya a húsok mellett meg tud jelenni köretként, úgy egy a magyar ízvilágnak esetleg egy kökény vagy egy som ugyanúgy megjelenhet, tehát érdemes kipróbálni. Tetszett említeni, és nem véletlenül van itt az egyik edényben nagyon sok fűszer, növény, a fűszerezés, az ízesítésben van újítás. Mit kell erről tudni? Mik azok a legérdekesebb fűszerek, amivel fel lehet egy picit dobni a lekvárt? Bármelyik igaziból, az édes lekvárokhoz a citromfű, a levendula, a rozmarink, de egy bazsalikomot is használnak, de készülhetnek a gyümölcsökből úgynevezett csatnik, tehát mártás alapok, azok pedig bármilyen egyéb fűszert, ami a kertben előfordul, azok kakukkfüvet, ugyanúgy a rozmaringot, bazsalikomot használhatjuk, illetve a menta az, ami még egy érdekes íz tud a lekvároknak adni, és egy különleges lekvár tudunk előállítani, nem túl sok extrával. Műsor elején elárulta nekem, illetve még a műsoron kívül, hogy csokoládéval lehet feldobni. Ez mit jelent pontosan, hogyan készül a csokoládés lekvár? Ugyanúgy, amikor felforrt a gyümölcs, illetve a cukor, minden, ami kellett vele, akkor adunk hozzá minőségi, jó minőségű csokoládét, mindenképpen azt, és utána a csokoládé a hő hatására elolvad, benne üvegbe kerül, és akkor mondhatjuk azt, hogy mi csak lekvárt ettünk, nem csokoládét. Nem csokoládét, legyen ez a végszó, illetve arra szeretném még kérni, hogy kaptunk SMS-eket, és az SMS-ezők közül majd kisorsolnánk néhányat. Vannak itt lekvárok, meg szörpök, és tetszett mondani, hogy ön is egy nagyon finom lekvárt meg tetszik mondani, melyiket ajánlja fel az egyik nézőnek. Rebarbarás földi eper. Rebarbarás földi epret. Legyen szíves húzni egy számot. Nagyon szépen köszönöm. Tehát az egyik lekvárnak a tulajdonosa, mondjuk legyen akkor a rebarbarás, a 30, oda mutatom a kamerába, 433-3608-as telefonszám tulajdonosa, legyen szíves még egyet hozni, legyen mondjuk most akkor a szörp. A szörp 30-287-95-01, tényleg az van rajta, nem tudom mennyire látszik. Még egyet legyen szíves húzni. Van még három lekvárunk, az első lekvár tulajdonosa 30-as, 662-77-39, aztán akkor a következő lekvár, a második, 20-as, 388-22-67, és az utolsó lekvár pedig a 30, 696-22-74-es telefonszámú. Kedves nézőnk, fogyaszthatja el. Nagyon szépen köszönöm a segítségét, hogy itt köszönöm volt nálunk Mónika. Kedves nézőink, talán egy picit tudtunk segíteni a nyár közepén önöknek is, még a lekvárfőzéshez ötleteket adhattunk. Szilvánból ugye majd később fog készülni. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További jó televíziózást, viszontlátásra!